2018-as God of War új PC-s megjelenése kapcsán merült fel bennünk, hogy érdemes lehet elővenni egy cikksorozatként még közel 4 évvel ezelőtt megjelent anyagunkat, vagyis a God of War széria történéseit feldolgozó maratoni hosszúságú magyarázónkat. Kratos PC-s debütálása bizonyosan sokakat érdekelni fog, de az új játékosok közül valószínűleg akadnak olyanok, akik korábban PlayStation konzolok hiányában nem játszottak a régebbi részekkel. Nekik akarunk most kedvezni azzal, hogy részletesen elmeséljük, hogyan is jutott el a sorozat idáig. A videó a 2018-as God of War cselekményét már nem érinti, nem akarjuk elszpoilerezni az ebben lévő csavarokat, de a God of War Ragnarök idei megjelenése előtt még akár ezt is megejthetjük, persze csak ha igény van rá. Írjátok meg kommentben, hogy folytatódjon-e ilyen formában majd ez a magyarázó, most pedig vágjunk bele, mert bőven van miről mesélnünk. Nem kis időszak, főleg a videójátékok történetében. Mégis úgy emlékszünk vissza 2005-re, mintha tegnap lett volna, hiszen meghatározóbbnál meghatározóbb események történtek abban az évben. A Microsoft ekkor dobta piacra a második Xbox konzolját, az Xbox 360-at. De a Sony sem szomorkodhatott, ugyanis ekkor lépte át a PlayStation 2 a bűvös 100 milliós eladási számot, ezzel minden idők legtöbbet eladott konzoljává válva. De nem csak a konzolok mentek nagyot, hiszen 2005 az egyik legerősebb évként vonul be a történelemkönyvekbe, már ami a videójátékokat illeti. Megjelent egyesek szerint minden idők egyik legjobb Resident Evil része, szám szerint a negyedik. Dante új köntöst kapott a Devil May Cry 3 Dante's Awakeningben, sok a kedvenc Star Wars epizódja, a Republic Commando ekkor újította meg a messzi-messzi galaxist, a sztori-orientált játékok nagy kedvelői széles mosolyra húzták a szájukat a Fahrenheit Indigo Prophecy láttán, a Psychonauts a mai napig az egyik legnagyszerűbb platformer, ami valaha készült, de a művészi vonalat se felejtsük el, hiszen a Shadow of the Colossus is ekkor látta meg a napvilágot. A listát órákig lehetne még folytatni, de jelen esetben csupán egy címet kell még kiemelnünk, a God of War. A God of War a Sony üdvöskéjén, a PS2-n debütált 2005. március 22-én, ezzel megteremtették a PlayStation egyik leghíresebb sorozatát. Kratos, a dühös, kopasz spártai azóta meghódította a soron következő konzolok mindegyikét is, a PS3-at, a PSP-t, a PS4-et, sőt, még a PS Vita-t is, igaz, arra csak az előző részek felújított változatai jelentek meg. Sokan gondolják azt, hogy amennyire pontosan, minden részletre kiterjedően lett összerakva a legelső God of War, annyira nehéz volt a fejlesztés, de szó sincs erről. 2001-ben a Santa Monica Studio legelső játéka, a Kinetica sikerének köszönhetően a stúdió belevághatott a következő nagy projektbe, a God of War-ba. Az akkori rendező David Jaffe az évek során elárulta, hogy az eredeti ötlet tőle származott, de fejlesztés közben sokan hozzátették a magukét. Elmondása szerint az alapötlet az Onimusha című játék kipróbálása közben ugrott be. Jeffy fogta ezt és addig csűrte csavarta, míg nem állt azzal a felvetéssel, hogy helyezzék át a sztorit és a játék menetet a görög mitológiába. Két film inspirálta a direktort, a 81-es Titánok harca és a szintén ebben az évben bemutatott az elveszett Frigyláda fosztogatói. Ez a két alkotás Jeffy szerint legalábbis teljes egészében lefesti, hogy milyen játék is a God of War. Istenek és halandók harcolnak egymással, miközben kincseket keresnek és rejtett csapdákkal bajlódnak. Az egykori csapat többi tagja is megemlített egy-egy olyan műalkotást, amikből átvettek elemeket. Például a Gladiator filmet, leginkább Russell Crowe kiállása és fizimiskája miatt, vagy a fentebb már emlegetett Devil May Cry sorozatot a játékmenetet tekintve, vagy épp a nagy sikerű IKO-t a fejtörők, puzzle-ök miatt. Ebből már tisztán kirajzolódik, hogy a God of War nagyon sok irányból emelt át dolgokat, de megróni emiatt egyáltalán nem lehet. A történet tehát szép lassan összeállt, a Kinetikához gyártott motorhoz nem kellett nyúlni, hiszen nagyszerűen duruzsolt a játék alatt, a szükséges pénz is megvolt, aztán két évvel később az első God of War legördült a futószalagról. A játék az említett ókori Hellászban játszódik, ahol egy spártai harcost, Kratoszt irányítjuk. Már a legelső átvezető videó felvonja a szemöldökünket, hiszen főhősünk leveti magát a mélybe Görögország legmagasabb hegyének tetejéről. Ezután, kötelező hollywoodi elemként visszaemlékezünk 3 héttel korábbra, itt veszi kezdetét maga a játék. Kratosz Spárta egyik, hanem a legjobb harcosa. Seregével sorra nyeri a csatákat, ám egy bizonyos összecsapásnál mégis alul maradnak a barbárokkal szemben. Ekkor Kratosz felkiáltott az égbe és felajánlotta életét Árésznek, a háború istenének, ha segít nekik legyőzni a barbárokat. És az Isten segített, de sokba került ez Kratosznak.
Árész mindenhová hősünket küldte mészárolni, bűnösöket és ártatlanokat egyaránt meg kellett ölnie, míg nem elvakultan, öntudatán kívül saját feleségének és lányának is vérét ontotta. Kratoszt emiatt meg is átkozták, egész életében viselnie kellett ennek a bűnnek a súlyát, sosem nyugodhat, és még a testét is felesége és gyermeke elégett testének hamuja borítja, ezért annyira fehér a bőre. A spártai éveken át szenvedett, próbált elfutni a bűne elől, de az mindig utolérte. Ekkor határozta el, hogy megbosszulja családja halálát azon az emberen, pontosabban Istenen, aki valójában tehet mindenről, Árészen. De egy Istent nem lehet csak úgy megölni, nagyobb erő birtokában kell lenni ehhez, mint ami egy halandónak adatik. Végül Pallas Athéné, a bölcsesség istennője segített Kratosznak azzal, hogy elárulta, egyetlen helyen lelhet ilyen erőre, Pandora szelencéjében, amit még Zeus rejtett el a világ elől. Kratosznak nem volt vesztenivalója, így elindult a ládáért, hogy beteljesítse bosszúját. Kratosz sikerre járt, végül legyőzte Árészt, de a látomások, a rémálmok továbbra sem szűntek meg, ezért döntött úgy, hogy leveti magát a hegyről. A biztos haláltól Pallas Athéné mentette meg, és kiderült, Árész megölésével magának Kratosznak kellett betöltenie a háború istenségének helyét. Olyan ez, mint hogy a World of Warcraft világában mindig lennie kell egy Lich Kingnek. Az első God of War gyakorlatilag mindenkit elkápráztatott, egy olyan hack and slash játék lett, ami pazarul néz ki, fantasztikus zenéje van, és még egy rendes, komplett történettel is rendelkezik. A rajongók azonnal folytatásért könyörögtek, ami persze jött is. Ezt nem is nagyon titkolták, hiszen az első játék stáblistájának végén már felvillantották a folytatás lehetőségét. A második részre a számozott, szintén PS2-re érkezett God of War 2-re mindössze 2007-ig kellett várni, de közben volt egy pár kisebb-nagyobb változás a csapatban. Példának okáért David Jaffe ezt az epizódot már nem vállalta el rendezőként, elmondása szerint túl nagy nyomás egy ilyen pozíció, és más dolga is akadt bőven. Nem tűnt el teljesen azért, elfoglalta a kreatív rendezői széket. Helyére az előző rész vezető animátora, Cory Balrog került, aki kapva kapott ezen az ajánlaton. Balrog látta a potenciált egy még jobb játékban, amiben más szemszögből tudnák megmutatni Kratosz útját. Hetekig bújta a görög mitológiáról szóló könyveket, míg végül előállt az alapötlettel. Elmondása szerint a legnehezebb feladat nem a kutatás maga volt, hanem hogy ebből a mitológiából egy olyan szeletet ragadjanak ki, ami még a játékosok által is befogadható. A játék motorján nem változtattak semmit, emiatt a grafika nem fejlődött túl sokat, a játék tér viszont alaposan megnőtt. Erre pedig szükség is volt, a fejlesztők ugyanis azt az elvet követték, hogy ami működött az első részben, abból még többet pakoltak a folytatásba. Ez persze nem minden esetben jelenti azt, hogy jobb lesz a végeredmény, de itt valahogy működött. A God of War 2-ben több lett az Isten, nőtt a boss harcok száma, több lett a vér és a megoldásra váró puzzle, nagyobb hangsúlyt kapott a történetben a dráma, és persze Kratosz még dühösebb lett. Mindezektől még fantasztikusabb lett a játék, de ne szaladjunk ennyire előre, nézzük először a történetet. Kratosz újdonsült istenként elég jól el volt magában, hivatásához méltóan a csatákban lelte a legnagyobb örömét, viszont nem volt épp pártatlan, csak és kizárólag a spártaiaknak segített, senki másnak. Ez fel is tűnt a többi istenségnek, legfőképp a főistennek Zeusnak, aki pontosan emiatt csapdába csalta Kratoszt és egy trükkel elvette isteni erejét. Ne feledjük, hogy mikor Kratosz kinyitotta Pandora szelencéjét, minden baj, nyűg és gond is kiszabadult a nagy erővel egyetemben. Ezen rossz érzések pedig nem csak az embereket sújtották, hanem az isteneket is. Emiatt félt annyira Zeus a spártai szemellenzős hatalmától, és emiatt csalt a tőrbe. De jaj annak, aki a dühös spártaival packázik. Kratosz újra bosszút akart állni, most pedig már maga Zeus volt a cél. Viszont Zeusszal, az istenek leghatalmasabbikával kikezdeni eleve füstbe ment terv, főleg egy olyan meggondolatlan embernek, mint Kratosz. Isteni hatalom nélkül halandóként meg is halt a Zeus elleni küzdelemben. Vagy hát meg is halt volna, de hősünket nem olyan fából faragták, hogy ennyivel feladná az egészet. A leghatalmasabb titán Gaia segítségével a padlóról küzdötte fel magát újra az Olympus tetejéig. A grandiózus összecsapásnál azonban a végső döfést nem Zeus kapta, mivel Athéné az utolsó pillanatban közéjük ugrott, így Kratosz végül őt szúrta le. Jó oka volt annak az önfeláldozásnak, mert ennek árán tudta meg a spártai, hogy az igazi apja nem más, mint maga Zeus. Ismerős ez a csavar valakinek? Viszont a boldog apafia megbékélése legkisebb csíráját is eltiporta a következő jelenetsor, amiben Kratosz a titánok hátán mászott fel az Olympus tetejére, még mérgesebben, hogy egyszer is mindenkorra bevégezze bosszúját. A sztori ennyi volt, de nem is kellett ennél több. A rajongók már annak nagyon örültek, hogy megint kedvenc antihősük bőrébe bújhattak,
akik pedig még nem adták be a derekukat, azokat elkápráztatta, hogy mennyi erő, mennyi potenciál volt ebben a játékban. Kratosz új története több istent, félistent és más szerzetet vont be a buliba, mint az elődje. Voltak itt gigantikus titánok, akiket még az istenek pusztítottak el sok-sok évvel ezelőtt, természetesen Zeus vezetésével, sorsistennők, más néven a párkák, vagy Ikarosz is, akitől nagy nehezen el is vettük a szárnyait. És persze nem feledkezhetünk el Prométheusról, aki a bűne miatt szenvedett a végtelenségig a kősziklán Zeus parancsára. A görög mitológia legtöbb ismert szereplője felbukkant. A játék 2007-ben jelent meg, és napra pontosan megint március 13-án. Ezzel csak az volt a gond, hogy 2007-re a PlayStation 3 már lassan egy éve a piacon volt egy jóval erősebb hardverrel. Akkor meg miért PS2-re adták ki a játékot? Jeffy és Balrog számára is adott volt ez a kérdés, és egy kielégítő választ is csatoltak hozzá. 2007-ben körülbelül 100 millió játékos várt erre a folytatásra, és addig még nem cserélte le mindenki a régi konzolját. Emiatt döntöttek amellett, hogy inkább PlayStation 2-re adják ki a God of War 2-t, mert így sokkal több mindenkihez eljuthat Kratos második kalandja. Jelenleg is valami hasonlót élünk át a friss megjelenések kapcsán, de most már legalább egyszerre futnak be a játékok PlayStation 4-re és PlayStation 5-re is. Sokáig az sem volt biztos egyébként, hogy God of War 2 lesz egyetlen a folytatás címe. Balrog nem akarta eredetileg, hogy kitegyék a római számot a cím végére, hiszen ő egy olyan folytatást tervezett, ami alaposan eltér az előttől, és pontosan emiatt nem szerette volna a kettes számot használni. Aztán Jeffyvel megvitatták a dolgot, és arra jutottak, hogy a szám azért kellene a címbe, mert enélkül sok játékos összezavarodna. A széria itt még messze nem állt meg, jött a borítékolható harmadik epizód. Erre aztán nem kellett annyit várni, mint az előző részre. Még Balrog jelentette be a God of War 2 megjelenésekor, hogy folytatódni fog Kratosz nagy kalandja, hiszen ő már a kezdetektől trilógiában gondolkozott. Mondjuk úgy is zárták le a második részt, hogy csak úgy üvöltött egy folytatásért. Sokkal nehézkesebb volt viszont összerakni a harmadik epizódot, mint az összes többit együttvéve. Kezdésnek például ott volt a probléma, hogy 8 hónapnyi fejlesztés után Cory Balrog ott hagyta a Santa Monica stúdiót. A rendező nem akarta, hogy világ életében ő maradjon a God of War-os arc, aki 12 részt, 3 kiegészítőt, meg egy God of War The Roleplaying Kart Racing game-et is készít. Az ipar sajnos ebbe az irányba tartott, futószalagon húzták le az újabb bőrt mindenről, amiről csak lehetett, Balrog pedig ebből nem kért. A srácoknak gyorsan kellett valakit találni a helyére, mert már benne voltak nyakig a munkában. Így került a rendezői székbe az előző részek művészi direktora, Stig Asmussen. A történet pontosan ott vette fel a fonalat, ahol az előző rész abba maradt. Kratosz a titánokkal együtt baktatott felfelé az Olympus hegyére, hogy végre pontot tegyen a bosszú sorozat végére. Zeus emiatt harcba hívta a megmaradt isteneket és félisteneket, akik örömmel segítettek is neki, kivéve talán Héra és Hephaistosz. Kratosz pedig szépen sorjában ölt meg mindenkit, aki az útjába került. Ahogy Mazur is írta a 2015-ös Remasteredről szóló tesztjében, ez a God of War egyáltalán nem a története miatt lett emlékezetes, annak ellenére sem, hogy egy sokkal érzelmesebb képet fest a spártairól. Kratosz bosszúja sikerrel járt, gyakorlatilag mindenkit kiirtott az Olympuson, és a záró képsorokban magával is végzett, mert már nem volt miért élnie, vagy talán mégis. Asmussen arra a kérdésre, hogy mi volt szerinte a legnehezebb feladat a God of War 3 fejlesztésénél, azt nyilatkozta, hogy a minden összetettsége. Ez alatt azt értette, hogy mivel PS3-ra húzták fel a játékot, a konzol sokkal erősebb volt az elődjénél, ez pedig olyan lehetőséget teremtett nekik, amiket eddig nem tudtak volna elképzelni. Mivel Asmussen kisújjában volt a környezet és az atmoszféra felépítése, még jobban odafigyelte erre, mint az előző két rész rendezője. Ennek apropóján születhetett meg az ezernyi lelket fogva tartó Hades pokla, vagy Héra kertje, ami egy többféle perspektívával operáló terület lett. Ezen kívül a God of War 2-vel ellentétben sokat javítottak a grafikus motoron, ami meg is látszott a végeredményen. A harmadik epizód a megjelenéskor 2010. március 16-án szemkábrázhatóan gyönyörű volt. A karaktermodellek, a pályák felépítése, az átvezető videók minősége mind-mind egy olyan szintet ütött meg, amit hack-and-slash játék még nem ért el eddig, nem beszélve a kivégzési mozdulatokról, amivel kapcsolatban a fejlesztők odáig mentek el, hogy gyakorlatilag minden egyes ellent le tudtunk gyakni egy-egy speciális és baromira látványos kombóval. Az egyik legtöbb kihívást és precíz munkát igénylő feladat Helios, a napisten lefejezése volt, ami mindössze néhány percig tartott. Ez a kis részlet egy teljes évet ölelt fel a gyártásból a részletessége miatt.
Ennél a jelenetnél Asmus szenék minden egyes kis apróságra odafigyeltek. Tanulmányozták a nyakizmok mozgását, az erek megdagadását, a vér spriccelési ívét, a világítást, magát a realitást. Végeredményben pedig elmondható, hogy igencsak pazarmunkát végeztek, a sorozat egyik leglátványosabb jelenetévé vált azóta. A harmadik rész után a Sonynak esze ágában sem volt jegelni az egyik aranytojás tojótyúkját, ezért hát kitöltötték szépen a trilógia előtti és közötti lyukokat 3+1 mellékvágánnyal. Az érdekes az egészben az, hogy ezek közül mindössze a God of War Ascension szánta asztali konzolra, PlayStation 3-ra a stúdió. Az összes többi spin-off, vagyis a Chains of Olympus, a Ghost of Sparta és a Betrayal kézi konzolos, illetve mobilos cím lett. Bizony, a God of Warból még egy telefonos játékot is csináltak. A legelső ilyen mellék sztori az említett God of War Betrayal volt 2007-ben. A Santa Monica Studio éppen ebben az évben dobta piacra a második részt, így ők el voltak foglalva a sajtóval, a játékosokkal és persze a folytatás tervezésével. Emiatt a Sony Online Entertainment kapta meg a feladatot, hogy készítsen egy kisebb változatot a sorozatból egyenesen a mobilokra. Már az elképzelés is szemöldök felborzolós volt, de a végeredmény meglepően jó lett. A történet a később még említésre kerülő Ghost of Sparta és a számozott második rész között helyezkedik el. Áris halála után Kratosz, az új háború istene, hűen kísérte a spártai seregeket, viszont csak őket vezette győzelemre, ami sokak szemében volt nagy száka. Ezért az istenek összefogtak, és Héra szolgáját, Argoszt, a szívós óriást küldték ellene, hogyha lehet, akkor csendben ölje már meg a kopasz harcost. Legalábbis elsőre így tűnt, míg nem Argoszt, egy titokzatos bérgyilkos, Szerix megölte, és Kratoszt vádolták az óriás halálával. A spártainak tisztáznia kellett a nevét, természetesen a rá jellemző módon. A történet végén kiderült, hogy Szerix, aki egyébként Hermésznek, az istenek hírnökének a fia, Zeus utasítására ölte meg Argoszt, hogy Kratoszt lebillentsék a trónjáról. Szerix elesett a végső csatában, Hermész dühöngött, Zeus pedig, hogy elérje célját, a későbbiekben komolyabb eszközökhöz kellett, hogy folyamodjon. A fejlesztés Philip Cohen kezében volt, ő a rendezője, a producere és a dizájnere is a játéknak, de a történet egyedül Marian Krawczyknek volt köszönhető. Egyébként Marianna a 2018-as God of War előtt mindegyik epizódnál társszerző volt. Az animáció a 2D és a 3D határára rekedt meg, de már ezzel is az akkori telefonok határait feszegette. Túl messzire nem nyúlhattak a fejlesztők, csupán pár száz kilobájt állt a rendelkezésükre, de a már megszokott játékmenettől nem akartak nagyon eltérni, így más helyeken kellett spórolniuk. Például a zenéből. Az egyetlen szám a menüben hallható, játék közben maximum a suhintások, kardcsapások adtak ki hangot. Ennek ellenére a játék piszok szórakoztató volt. Sikerült a God of War széria legfontosabb elemeit egy az egyben átültetni egy oldalnézetes környezetbe. Különféle támadások és mozdulatok darab száma elérte a 110-et, ami hatalmas eredménynek számított annó, főleg telefonokon. Sajnos se Androidra, se iOS-ra nem portolták át az évek során, így a fiatalabbak már kimaradtak belőle. A második melléktörténet újra egy kisebb kísérletezés következményeként született, hiszen még a legelső God of War résznél fogant meg a Ready at Dawn stúdió fejében az a gondolat, hogy mennyire ütős ötlet lenne az egész sorozatot PSP-re átültetni. Végül, ha a teljes szériát nem is portolták át, de a Sonynak is megtetszett ez az ötlet, így a srácok zöld utat kaptak a projektjükhöz. Viszont semmiképpen nem egy nagy, igazi folytatást akartak kreálni, sőt, az is felmerült bennük, hogy nem is egy folytatást kellene csinálniuk. A Ready at Dawn mellé a Sony javaslatára a Santa Monica Studio is beszállt a fejlesztésbe, biztos, ami biztos alapon, de nem kellett annyira félteni őket. Debütálásukként a Jak and Daxter sorozatból megismert Daxterrel a főszerepben egy teljesen különálló játékot eszkábáltak össze, ami kifejezetten szerethető volt. Ezen felül a PSP sokkal erősebb volt, mint egy akkori mobil, így nem kellett annyira szorosra húzni a Draxiat, mint a Betrayal esetében. És hál' Istennek nem is tették, a Ready at Dawn egy piszok szórakoztató és igen-igen különleges alkotást tett le az asztalra 2008-ban. Még Cory Balrog jelentette be a God of War 2 megnyitóján, hogy bizony készül egy PSP-s rész is, ami félreértések elkerülése véget nem egy folytatás, nem egy harmadik epizódnak felel meg. Egy külön sztorival rendelkező spin-off lenne a helyes meghatározás a Chains of Olympus esetében, amivel még a törzsgyökeres rajongók is kibékültek. A történet a 2013-as Ascension és a legelső God of War játék közti lyukokat tölti be. Kratosz a 10 éves katonai szolgálatát töltötte, amikor is Attika szigetére hívták, hogy segítsen visszaverni a támadó perzsákat. Tudnélik, a perzsák hoztak magukkal egy kis háziállatot, egy kb. 6 emelet magas baziliszkuszt. A
Spártai úgy szervírozta a halottakat Hadesnek, mint Séf bácsi az ebédet Cartmanéknek, de mindenki meglepődésére a csata után nem kelt fel a nap, az egész ég sötétségbe borult. Kratosz fülében pedig ott csengett halott kislányának, Kalliope-nak melankolikus dalolászása. Ezek után nem volt nehéz kiderítenie, hogy az álmok és az alvás istene Morpheus állt mindennek a hátterében, trükkös álomban tartva jó néhány istenséget, közöttük Héliost, a napistent. Pallas Athénék kérésére Kratosz nekivágott a kalandnak, és milyen jól is tette, mert ha nem így lépett volna, akkor kevesebbek lennénk egy igazi gyöngyszemmel. Ugrunk egy nagyot 2010-be, hiszen a soron következő játék ekkor jelent meg, szintén PSP-re, és szintén a Red Dead Dawn-tól. A Chains of Olympus sikere miatt a Sony megbízott a stúdióban, és fel is kezdtek tárgyalni arról, hogy milyen folytatást lehetne készíteni. Szerencsére engedték őket egy kicsit fantáziálni, nem szorították annyira skatujába őket, aminek végül meg is lett az eredménye. A kissé hosszúra nyúló, durván 23 hónapos fejlesztést követően a stúdió piacra dobta a Ghost of Spartát. A fejlesztést még 2008-ban kezdték el, de első körben még titokban folytak a munkálatok. A rajongók nem is sejtették, hogy készül egy PSP-s folytatás, egészen a God of War 3 befejezéséig. Ekkor ugyanis, ha a játékos megszerezte a Platinum trófeát, kapott egy hivatkozási linket is az eredményhez. Ez elkalauzolta őt egy weboldalra, ahol összesen egy saras földet láthatott, amire megállás nélkül zúgott az eső. A képernyő jobb felső sarkában azért odabígyeztettek az alkotók egy körszimbólumot, minek ívén lassan, napról napra töltődött egy piros csík. Ahogy nőtt a csík, úgy kezdtek megjelenni a sziluettek is a képen, amely végül 2010 májusában vette fel igazi alakját, azaz Kratoszt és az ő bátyját, Deimoszt, ezzel bemutatva a legelső képet az új God of War-ból. Sajnos a weboldal azóta már nem él. Az igencsak ötletes marketinges fogás után a 2010-es E3-on mutatták be a játékot, ami már-már túl szépnek tűnt, hogy igaz legyen. Már az elődje, a Chains of Olympus is a PSP határait próbálta megkitolni, de hogy a Ghost of Sparta még szebb legyen, még több ellenfelet tudjon mozgatni és még nagyobb pályákon játszódjon, az már-már mesébe illő volt. De a Red Dead Dawn megcsinálta. Valóban gyönyörűbb lett a játék, valóban nagyobb területeken randalírozhattunk, és valóban több karaktert mozgattak a pályákon. A legutolsó byte-ig mindent kisajtoltak a PSP hardveréből. Az akció és a fejtörők mellett a Ghost of Sparta esetében nagyobb figyelmet fordítottak a sztorira is, hiszen csak nem mindenki ezt kifogásolta az elődjénél, meg azt, hogy miért lett ilyen rövid. A srácok meghallgatták ezeket a kritikákat, és egy ügyesebb, komplexebb történetet raktak össze. Még a kezdetekkor, amikor Kratosz gyerekként tanulta a háborúzás fortéjait, volt egy bátyja is, Deimos. Az istenek ekkor a titánok ellen folytatott nagy háborút vívták, és szükségük volt egy harcezett katonára, így esett a választás Deimosra. Áriszt küldték le másodmagával a földre, hogy rabolja el a fiút, de az nem ment neki egykönnyen, hiszen Kratosz is testvére segítségére sietett. Áriszt ott helyben megölte volna főhősünket, aki ekkor szerezte egyébként a szemén átívelő sebet is, de Athéné nem engedte neki. Deimoszt elszakították tőle, a spártai pedig magára varratta az egész testén átívelő piros tetoválást, hogy mindig emlékezzen a bátyjára. Jó pár évvel később, mikor Áriszt holttestéből már virágok nőttek ki és Kratosz lett a háború istene, Athéné tanácsára a spártai elkezdte felkutatni a múltját. Hamar elért Poszeidón a tengerek istenének titkos városába, Atlantisba, ahol szokásához híven legyőzött egy hatalmas szörnyet, a Szüllát, majd találkozott a régen elhunyt édesanyjával. Tőle tudta meg, hogy bátyja még életben lehet. Thanatos, a halál istene tartja őt fogva szörnyűséges kínok között, aki legalább annyira szadista, mint Áriszt volt. Kratosznak több sem kellett, elindult, hogy kiszabadítsa Deimoszt, ami sikerült is neki ideig óráig. Az utolsó csatában a két testvér válvetve küzdött meg a halálistennel, de Deimosz alul maradt és meghalt. A spártai persze azonnal bosszút állt és még egy istent eltett lábalól. Fivérét katonához méltóan temette el és újfent egymagában visszabattyogott az Olympus tetejére. A kézikonzolos játékok után elérkeztünk a 2013-as Ascensionhöz, amelynél talán már nem is volt akkora nagy az öröm és az újongás, mint az elődjeinél. Félreértés ne essék, ezt a részt is várták a rajongók, mint a messiást, de valahogy nem akaródzott egy nagy egészé összeállni. Adott a fő trilógia és adottak a kisebb mellékvágányok. Ebben a hat alkotásban Kratosz gyakorlatilag minden létező egyedet, teremtményt, istent, félszerzetet felnyársalt. A története véget ért, a hézakokat betömték, minden jó volt, lezárt, egységes.
de a Sony tovább akarta ütni a vasat, ami nem is csoda, hiszen még benne volt a játékosokban az előző részek emléke, így a kiadó kérte a Santa Monica Studiót, hogy most ne kézikonzolra, hanem PS3-ra fejleszték az új részt, ami egyúttal legyen egy előzménytörténet. Se David Jaffe, se Cory Balrog, se Stig Asmussen nem vállalta el ezt a részt rendezőként, tehát valaki új kellett a feladatra. Így jött képbe Todd Pepi, az előző részek dizájnere. Az írói gárda is leszűkült kettő főre. Kratosz a görög mitológia minden nagy karakterével összeöklözött már, nem volt senki más a láthatáron. Következésképpen bejöttek a képbe a fúriák. Ők a legembertelenebb módszerekre szakosodott hölgyek voltak, akikhez olyan embereket küldtek, akik valamilyen úton módon szúrták az istenek szemét. De hogyan került hozzájuk maga a Kratosz? A sztori, mint említettük, egy előzmény. A legelső God of War előtt játszódik, azaz Kratosz még nem győzte le Árészt, még nem ő a háború istene, még nem tud semmit Zeusról. Egészen pontosan azután járunk, hogy Árész rákényszerítette Kratoszt, ölje meg a családját. Ezt követően kedvenc kopasz főhősünk visszaszólt az istennek és ellenszegült neki, ezzel felbontva az esküjüket. Viszont ez nem így megy az Olympus környékén, ez a tett felért egy első osztályú jeggyel a fúriák szolgálathoz istenkáromlás jeligével. Így került Kratosz a három vérszomjas hölgyhöz, akiknek külön a lelkükre kötötték, hogy nem megölni kell őt, hanem rábírni az eskü betartására. Csak hogy nem Kratoszról beszélnénk, ha nem használta volna fel az összes lehetőséget az ellenszegülésre. Már a játék legelején kiszabadult a fogságból, egy mellesleg elképesztően kinéző börtönből, ami hajdan az első Zeusnak ellenszegülő ember volt, de hamar a fúriák célkeresztjében találta magát. Az egész történet egy nagy kérdést boncolgat, és teszi ezt egyébként nagyon profi módon. Miért segített Árész Kratosznak a barbárok támadásakor? Korábban láttuk már, hogy ők ketten nem egyszer egymásnak estek már ezelőtt is, tehát Árész miért tette mégis mindezt? A végén persze kiderül, hogy a régi háború istennek nagyobb terve volt. Kratoszt akarta a legerősebb gyilkossá edzeni, aki vakon követte volna az ő utasításait. Ennek egyik példája a családja lemészárlása volt, és akivel az oldalán leigázhatta volna a többi istent. Bizony, Árész Türanniszt szeretett volna bevezetni egyedüli istenségként, de a spártai erősebbnek bizonyult. Mondja valaki, hogy ez nem egy pofás kis előzménytörténet lenne. Megvolt benne minden, ami egy ilyen sztorihoz passzolt, és egyetlen okunk sem lett volna panaszkodásra, de mégis félrecsúszott az egész. Valahogy az írók nem találták meg a közös nevezőt. A játék eleje és vége nagyon érdekesre sikerült, de ott középen nem volt igazán semmi. Kratosz ment, elkapták, kiszabadult. Majd Kratosz megint ment, elkapták, más segített neki kiszabadulni, és ez ment durván 9 órán keresztül. De még ezen is túltettük volna magunkat, elvégre a harmadik résznek sem volt egy legjobb történetdíjas kitüntetése, mégis fantasztikus lett, viszont a többi elem sem muzsigált annyira fényesen. Elcsúszott a fókusz, túl sok figyelem jutott a teljesen felesleges többjátékos módnak. Csak örülhetünk annak, hogy végül az előzetes tervekkel ellentétben nem az Ascension lett Kratosz utolsó nagy kalandja. Nem itt zárult le a történet, hanem 2018-ban egy kvázi soft rebootnak tekinthető új irányba indult el Cory Balrog vezényletével a Santa Monica Studio. Az új, immár skandináv mondakörbe áthelyezett God of War egy valóban elképesztő játék lett, az egész széria csúcspontja, amelyet 2022. januárjától már nem csak a PlayStation tulajdonosok élvezhetnek, a sorozat történetében ugyanis először PC-re is megjelenik egy God of War játék. Reményeink szerint ez a videó most nagy segítség lehet azoknak, akik a 2018-as God of War PC-s verziójának hála ismerkednek meg csak Kratosszal, de tudni szerették volna, hogy hogyan is jutott el idáig a spártai hős. Ha tetszett, amit láttatok és hallottatok, akkor mindenképp dobjatok egy lájkot a videóra, amennyiben korábban még nem tettétek volna, bátran iratkozzatok fel a csatornánkra és bökjétek be a csengőt is, hogy értesítést kapjatok a legújabb anyagainkról. Ha esetleg támogatni is szeretnétek a munkánkat, akkor a csatornatagság vagy a szuperköszönet funkciók segítségével erre is lehetőségetek van. Hamarosan újra találkozunk, sziasztok!